Szent Márton ládája. Közös jótékonysági akciót indított az egyházmegye és egy sütőipari cég. 7 üzletben várják a felajánlásokat. Informatikai bizottság. A digitális város megvalósításának lehetőségeiről is tárgyalt a Megyei Jogú Városok Szövetségének szakbizottsága. Sportvetélkedő. Gundel Takács Gábor Játék a határon címmel vezetett szórakoztató csapatversenyt az egyetemi központban. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Hápezenhófer Brigitta. Jó estét kívánok! Adománygyűjtő akcióba kezdett a Szombathelyi Egyházmegye és az Alakó Sütőipari ZRT. A jövő év végéig 7 üzletben várják Szent Márton ládájába a felajánlásokat, melyek kiosztásában a Caritas önkéntesei is közreműködnek. Kalácsot, zsemlét, pogácsát és ezen kívül bármilyen friss sütőipari terméket elhelyezhetnek az adakozók Szent Márton ládájában. Csütörtökön indult útjára a Szombathelyi Egyházmegye és a sütőipari cég közös adománygyűjtése. Azzal, hogyha segítünk valakinek, akkor nem elég, hogy a rászoruló jobban jár, hanem mi is egy kicsit az önértékelésünkbe előbbre vagyunk. Az akció nem előzmények nélküli, hiszen az egyházmegye egy évtizeden minden adventben meghirdeti a Váltsuk meg Szent Márton köpenyét kezdeményezést. Az adományozók a templomokban adhatják le azokat a tartós élelmiszereket, egyéb hozzájárulásokat, melyeket a rászorulóknak szánnak. A Szent Márton emlékévhez közeledve azonban szerettek volna kilépni a templom falai közül. A kijelölt üzletekben vásárol maga számára pékárut, vásárolhat, adományozhat a szegények számára. Itt el van helyezve a táblával is jelzett láda, a Szent Márton ládája. Ezekből a boltba betérő rászorulókat kiszolgálják. Ami pedig a nap végén megmarad, azt zárás előtt a Caritas önkéntesei veszik át, hogy még aznap frissen a megfelelő helyre kerüljenek a felajánlások. A Caritas munkatársai szinte tudják, hogy melyik utcában, melyik lépcsőházban, hol laknak azok a nagycsaládosok, azok a gyermekeiket egyedülnevelők, idős nénik, bácsik, akik bizony rászorulnak a mindenféle fajta segítségre, adományra. Így azok sem maradnak ki az akcióból, akik valamilyen okból nem tudják felkeresni a kijelölt üzleteket, hogy személyesen vegyék át a felajánlott pékárukat. Szombathelyen 7 helyszínen nem csak karácsonyig, hanem a 2016-os Szent Márton emlékév során folyamatosan várják az adományokat, melyet az Alakó az év folyamán további pékáru felajánlással egészít majd ki. Szombathelyen tartotta kétnapos ülését a Megyei Jogú Városok Szövetségének informatikai albizottsága. 8 napi rendi pontot tárgyaltak, köztük a digitális város megvalósításának lehetőségeiről, adatvédelemről és közigazgatási rendszerekről esett szó. Az albizottság célja, hogy informatikai eszközökkel hatékonyabbá tegye a hivatali munkát és az ügyfélkiszolgálást. A Megyei Jogú Városok Szövetsége 1990-ben alakult meg. 23 tagja van, fő célja a települések érdekképviselete, érdekvédelme és az önkormányzati működés fejlesztése. A szövetségen belül 4 kollégium, 3 szakmai bizottság és 9 albizottság jött létre. Ezek egyike az informatikai albizottság, amelynek vezetője 1996 óta Szombathely mindenkori polgármestere. A Megyei Jogú Városok Szövetsége és annak minden bizottsága és albizottsága nagyon fontos kérdésekben dönt, illetve irányt mutat. Ezért számunkra aztán nagyon fontos az 1996 óta betöltött funkció, hogy mi vagyunk az informatikai bizottságnak úgymond a meghatározó emberei. Az informatikai albizottság 5. alkalommal ülésezett Szombathelyen. A szakmai találkozón azokkal a sürgető közigazgatási fejlesztésekkel foglalkoztak, amelyek a következő években megjelennek a hivatali működésben, valamint a lakossági szolgáltatásokban. Ezek közül az egyik az alkalmazásszolgáltató központ kifejlesztése, röviden ASP néven fut, ami több közigazgatási rendszert takar, gazdálkodástól, ügyfélszolgálattól, adóbevallás és egyéb ilyen rendszerekről beszélgetünk majd, hogy hogyan és milyen
formában kellene ezt egységes országos szinten megteremteni. A megyei jogú városok szerepe informatikai szempontból kiemelt, hiszen komoly ügyfélforgalmat bonyolítanak. Az albizottság legfőbb célja, hogy a hivatali, ezen belül az ügyfélszolgálati munka gördülékenyen folyjon. Mindezt hatékony számítógépes alkalmazásokkal segítenék elő. Ilyen jó gyakorlatokból többet is ismertettek az albizottság ülésén. Bemutatták továbbá az év honlapja 2015 díjat, amelyet tegnap vehetett át az önkormányzat a szombathely.hu portálért. A polgármesteri hivatal nyugdíjasait köszöntötte a polgármester. Műszaki munkatársat keres a média központ. Várják az ingyenes felnőtt oktatásra jelentkezőket. Rövid hírekkel folytatjuk. A Szombathelyi Városháza nyugdíjasait köszöntötte zenés verses műsorra, évvége alkalmából a jelenlegi városvezetés. A Nyugat-Magyarországi Egyetemen megtartott találkozó már hagyományosnak mondható, az idei volt a 14. ilyen összejövetel. A megjelenteket Puskás Tivadar polgármester köszöntötte, aki méltatta az egykori kollégák Szombathelyért végzett munkáját. A hivatal 156 nyugdíjasak közül sokan eleget tettek a meghívásnak, de a szervezők remélik, hogy jövőre azok is el tudnak jönni a találkozóra, akik idén távol maradtak. Operatőr-vágó munkatársat keres a Szombathelyi Médiacentrum. Gyakorlattal rendelkező, műszaki érdeklődésű, kreatív kollégák jelentkezését várjuk, akik szívesen részt vennének a Szombathelyi Televízió műsorainak elkészítésében. A sikeres pályázónak városi programokon, országos jelentőségű eseményeken, stúdiófelvételeken lesz lehetősége forgatni és közreműködhet a szerkesztett anyagok gyártásában. Jelentkezni 2016. január 1-jéig lehet, az önéletrajzokat a szombathelyi tövö kukac@gmail.com e-mail címre kérjük. Megkezdődött azoknak a jelentkezőknek a regisztrációja, akik a műszaki vagy a szolgáltatási szakképzési centrum intézményeiben ingyenes felnőtt oktatásban vennének részt jövő februártól. A központok ősszel indították el azokat az esti képzéseket, amelyeken az érdeklődők iskolarendszerben ugyan, de tandíj nélkül szerezhetnek második szakképesítést vagy érettségit. Már akkor meghirdették, hogy keresztfél éves tagozaton szintén lehet majd tanulni, ehhez gyűjtik most az információkat. A választható szakmák listáját a munkaerőpiac igényei alapján állították össze. Várhatóan többek között pincér, pénzügyi számviteli ügyintéző, cipőkészítő vagy szociális gondozó és ápoló képzés is indul. Az előrejelzések szerint enyhe a szokásosnál jóval melegebb decemberre számíthatunk. Ennek ellenére sokan inkább külföldre utaznak, és ott ünneplik a karácsonyt, a szilvesztert. Szombathelyen gondoltak azokra is, akik a téli szünetben itthon maradnak. Exotikus tájak, trópusok, tengerparti életképek. Az idei tél legkeresettebb úti céljai közé elsősorban Tájföld, Kuba, Dominika tartozik, annak ellenére, hogy milyen a tárcájába kell nyúlniuk azoknak, akik az ünnepek alatt Magyarországtól távol kívánják kipihenni a hétköznapi fáradalmakat. Emellett várhatóan az osztrák síparadicsomok is telt házzal üzemelnek majd. Az egyik szombathelyi utazási iroda által kínált szálláshelyek mindegyike betelt már. Mondhatjuk, hogy szinte az egész térre lekötéseink, komoly lekötéseink vannak, és hát nagyon várjuk a havat, most már valamennyi van, és hát reméljük, hogy karácsonyra már mindenkinek meg lesz a kedve, illetve hát a hava is ahhoz, hogy el tudjon kezdeni síelni. A síutaknál 3 nap 2 éjszakával átlagosan közel 70 ezer forintba kerül, az egzotikus telelések pedig 400 ezertől 1 millió forintig is terjedhetnek. Tovább, az már itt ügyes. Szép áll! Nincs sok hátra a téli szünetig, ezért a jó időjárást kihasználva szerdán játékos testnevelés órán vettek részt a diákok a gépipari szakközépiskola udvarán. Rájuk és családjaikra is gondolt a Városi Diáksportbizottság és a Szabadidősport Szövetség, amikor elhatározta, hogy sportolási lehetőséget biztosít számukra a műjégpályán az ünnepek közötti napokon, délelőtt 10-től délután 1 óráig. Megmutatjuk azt, hogy a korcsolyázás mennyire egészséges, mennyire könnyen megtanulható, és kedvet tartani, illetve építeni arra, hogy minél több gyerek csatlakozzon be a korcsa tanulásba, illetve esetleg versenyzőként szerepeljen majd Szombathely színeiben, Vasmegye színeiben és Öregbicse hírnevét. Jó hír a diákok számára, hogy jövőre 20. alkalommal rendezi meg a Városi Diáksportbizottság hagyományos sítáborát február 5-től 10-éig. Ennek helyszíne a Lakenhofi havas lejtő lesz.
Megtartották a Szavária Egyetemi Központ hagyományos sporttudományi szakmai napját. A program csúcspontja a Játék a határon című játékos vetélkedő volt, melyet a nap díszvendége Gundel Takács Gábor vezetett. Az idei évben több szombathelyi sportrendezvénynek volt házigazdája, rendezője a Nyugat-Magyarországi Egyetem Szavária Egyetemi Központja. Nem véletlen, hogy a város készülő sportkoncepciójában külön fejezet jut a felsőoktatási intézménynek. Ebben a sportkoncepcióban az egyetemi sport az külön fejezetként szerepel. Úgy gondolom, ez méltó elismerőse annak a munkának, amit akár az idei évben, akár korábban a szombathelyi egyetem, illetve a sportegyesülete végzett a város sportja érdekében. Az egyetemen megtartották a hagyományos sporttudományi szakmai napot, amelynek a Játék a határon című játékos vetélkedő volt a csúcspontja. A résztvevők közül többen is korhű jelmezekben versenyeztek. Egy kicsit próbáltuk feldolgozni azt, hogy hol élünk, melyik környéken, és itt hogyan élnek az emberek, a jelmezekből is látni, hogy különböző embereket, vidékeket hívtunk ide, hiszen vannak görögök, keletiek, itáliaiak, de az alap az mégiscsak a római viselet. A játékos vetélkedőben 6, egyenként 10 tagú csapat vett részt. Az együtteseknek 7 feladatsort kellett teljesíteniük. Most újra iskolásnak érzem magamat, csapatjátékok vannak abszolút, és ez tényleg összehozza a csapatokat is, meg hát a csapatok között is van egyfajta összhang és egy párbeszéd. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, tényleg nagyon jó a hangulat, és azért nem olyan könnyűek a feladatok, mint amilyennek látszódnak. Én például ebből ki is maradtam, mert tériszonyom van. A Gundel Takács Gábor által vezetett versenyt végül az egyetem testnevelő szakos hallgatói nyerték, megelőzve a pedagógusok és a gépészmérnökök csapatát. Befejezte szereplését a FIBA Európa Kupában a Falkó Trend Optika KC kosárlabda csapata. A szombathelyiek csoportjuk zárófordulójában 86-64 arányú vereséget szenvedtek az Aréna Szaváriában a belga Ostende gárdájától. A Falkó csapata egyértelműen győzelmi kényszerrel lépett pályára a FIBA Európa Kupa 6. játéknapján, ugyanis csak egy nagy arányú siker jelenthette volna azt, hogy a szombathelyiek tovább jutnak a csoportjukból. Ennek megfelelően jól is kezdtek Váradiék az Ostende ellen. A derbi elején 12-4-re léptek el a sárga feketék, a folytatásban azonban szép lassan átvették az irányítást a belgák, és végül teljesen megérdemelten verték meg a Falkót 86-64 arányban. A második negyedben szétestünk egy kicsit, de ezt hozzá kell tennem, hogy a bírók abszolút inkorrektek voltak, ezt kell, hogy mondjam. Nagyon tisztelték az Ostendét, jobb csapat az Ostende, de ha egy kicsit korrektebbek, azt gondolom nem törjük meg a ritmusunkat, nem kerünk fal problémába, lefújják azt, amit a másik oldalon lefújnak, akkor szorosabb lett volna. Sajnos a 15-20 pontnál azért játszani, visszajönni egy ilyen csapat ellen, azt gondolom, hogy a Falkónak ez még nehéz feladat. A Falkó végül 2 győzelemmel és 4 vereséggel zárta a csoportküzdelmeket, ez pedig a kvartett 4. helyéhez volt elegendő. Így a sárga-feketék befejezték szereplésüket a nemzetközi kupában, ugyanis csak az első 2 jutott tovább. A szombathelyiek vasárnap már bajnoki mérkőzést játszanak. Az Aréna Szaváriában fogadják a címvédő Szolnoki Olajgárdáját. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg, friss híreinket pedig a szombathelyi7.hu hírportálunkon olvashatják. Híradónkat óránként sugározzuk, én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! We'll be right back.